Szintén naprendelőtti felszólásra jelentkezett Schiffer András frakcióvezető úr az LMP részéről. Elszalasztott lehetőség a kormány kudarca az elmúlt 20 év kudarca címmel. Parancsoljon! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Matolcsi miniszter úr! Önök, a kétharmados felhatalmazással rendelkező kormány elszalasztott egy történelmi lehetőséget, hogy az elmúlt 20 év bukott gazdaságpolitikája helyett a magyar gazdaságot új alapokra helyezze, és meghaladja mindazt, ami az elmúlt 20 év kudarcait jellemezte. Önök azért kaptak kétharmadot tavaly áprilisban, azért juttatott be két új erőt a magyar nép a parlamentbe, mert a magyar embereknek valóban volt igényük egy alapvető változásra, ha úgy tetszik, egyfajta rendszerváltásra. Tisztelt miniszter úr, az, amiről ön itt beszél, gazdaságpolitika helyett én inkább nevezném egy inkoherens álmokfutásnak. Ugyanakkor az önök bukása felett nem lehet örülni, két okból nem lehetünk kárörvendőek. Egyrészt azért, mert egy közös hazánk van, annak a romjait, amit itt önök műveltek az elmúlt másfél évben, ezt nekünk kell majd 2014 után eltakarítani. Másrészt nem lehetünk kárörvendőek azért, mert az önök kudarca folytás tortül a klasszikus közgazdasági iskola, azok, akik hirdették a tanokat az elmúlt 20 évben. Nem gondoljuk azt, hogy különösebb sikerélmény lenne, hogy Magyarország visszakullogott az IMF-hez. Az elmúlt 20 év egyrészt egy politikai katasztrófa volt azért, mert a rendszerváltás utáni politikai elit abban versenyzett, hogy saját politikai hatalmát hogyan termelheti újra, hogyan dolgozhat a saját zsebére, összedolgozva különböző gazdasági potentátokkal. Ebben közben kábították a magyar népet a 20. század feldolgozott történelmi sérelmei mentén, kettéosztva az országot. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt 20 év gazdaságpolitikája kudarc volt azért, mert elveszítettünk, és soha vissza nem szereztük az elmúlt két évtizedben a másfél millió munkahelyet. Kudarc volt az elmúlt 20 év gazdaságpolitikája, mert a kettéosztott gazdaság, amit létrehozott, önmagába termeli újra az államadósságot, és fagyasztja be a foglalkoztatási rátát. Azt gondolom, hogy az önök diagnózisa annyiban helyes volt, hogy valóban munkahelyeket kell teremteni, az államadósságot csökkenteni kell, és nem jó dolog a nemzetközi pénzügyi világ kényszerzubbonyában létezni. Ugyanakkor elszalasztották azt az esélyt, hogy új alapokra helyezzék a magyar nemzetgazdaságot. Az, amit itt önök folytattak, az sem unortodox nem volt, miniszter úr, sem szabadságharc nem volt. Önök régi lejárt receptek szerint a gazdagok zsebét tömték meg sok pénzzel akkor, amikor bevezették az egykulcsos adórendszert. A kiszolgáltatottság növelése és a lefelé tartó adóverseny árán próbálják a versenyképességet fokozni, úgy, ahogyan azt a neokonzervatív gazdaságpolitikai iskolától a 80-as években elleshették. Eközben etetik az udvari tőkét, esélyteremtés helyett kriminalizáció az annyit is érő, nincs telenek osztályrésze. A magánnyugdíj pénztár vagyont eltékozolták, eltőzsdézték. A miniszterelnök úr azt állította, hogy a jóléti államok kora lejárt. Ehhez képest azt látjuk, hogy Európában egyenlőre a jóléti államok vannak talpon. Idén februárban az IMF 4 pontot közölt Magyarország számára. A szociális juttatások megvágását kérték, önök ezt teljesítették. Aktív munkaerőpiaci politikák megkurtítását követelték, megtették. A közféra bérköltségének csökkentését követelték, önök megtették. A közösségi közlekedés forrásainak megcsapolását kívánták, önök ezt is teljesítették, mindez cinikus módon szabadságharcos demagógiával leöntve. Másrészt önök a bankokat megadóztatták a spekulációs tőkemozgások helyett, ezzel elveszítették azt az esélyt, hogy magukat a pénzügyi piacokat szabályozzák újra. Nem adtak esélyt a hiteleseknek valójában, hogy kikeveredjenek az adósságcsapdából, elutasították azokat a javaslatokat, amik a spekulatív tőkemozgások megrendszabályozására, megadóztatására, a pénzügyi rendszerek újraszabályozására vonatkoztak.
Tisztelt miniszter úr, a tettek beszélnek, az államadósság elleni harcnak az a következménye, hogy jelenleg 80% felett van az államadósság. Önöknek most sürgősen az lenne a dolguk, hogy hirdessenek meg végre egy gazdaságpolitikát, ehhez új szereplő kell, önnek, miniszter úr, távoznia kell, mert felélte a hitelét. Tisztelt miniszter úr, emellett arra van szükség, hogy üljenek le a munkavállalói, munkaadói oldallal és az öt parlamenti frakcióval. Frakcióvezető úr, lejárt az ideje. És egy nagyon lejárt. Nemzeti konszenzus élvező tárgyalási stratégiával állnak elő. Ha ezt nem teljesítik, a kormánynak mennie kell. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ne éljenek vissza azzal a lehetőséggel, amit felkínálok, hogy néhány másodpercet hagyok meg, hogy befejezzék a mondandójukat. Frakcióvezető úr egy fél perccel tovább beszélt, mint szabad lett volna. Matolcsi miniszter úr, a szó ismét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr, önnek valóban lejárt az ideje, hiszen az, amit ön elmondott, az elveszítette a szavatosságát már jó néhány évvel ezelőtt. Mert mit is mond ön, frakcióvezető úr? Egy klasszikus könyvből idéz klasszikusan nem bevált receptet. Ezzel szemben mi 2010 közepétől egy nem klasszikus, talán még meg sem írt, de bizony egy magyar modellé, majd utána közép-európai, majd utána európai modellé összeálló gazdaságpolitikát követünk. Hiszen, frakcióvezető úr, melyik klasszikus könyvben van az benne, hogy bankadót lehet kivetni? Én nem láttam ilyet. Melyik klasszikus könyvben van benne, hogy krízisadókkal kell helyreállítani a költségvetés egyensúlyát? Melyik klasszikus könyvben olvasta a frakcióvezető úr, hogy ez egyébként hibásan ránk erőltetett neoliberális recept alapján működő kötelező, ráadásul kötelező, milyen szép a szabadság, kötelező magánnyugdíjpénztárat állami nyugdíjrendszerbe lehet visszavinni? Melyik klasszikus könyvben van benne, hogy az Európai Unió legrugalmasabb munkaerőpiaci és foglalkoztatási szabályát lehet bevezetni? Melyik klasszikus könyvben van az benne, hogy az alkotmányban is rögzítve folyamatosan lehet csökkenteni globális, európai és eurózóna pénzügyi válság közepette egy sérülékeny ország államadóság szintjén? Ön ilyen klasszikus könyvet nem talál. Ha talál, örömmel kérem majd fel a megfelelő szerveket, hogy terjesszék önt fel egy komolyabb kitüntetésre. Viszont, frakcióvezető úr, meg kell önnek mondanom, hogy amiket ön elsorol, gondolom nem kedvező színben állítva fel a 2010 óta érvényesített 18 hónapon keresztül folytatott gazdaságpolitikánkat, ön ezt próbálta sarcként beállítani. Ön próbálta ezt a valuta alap rejtett diktátumaként beállítani. Hát ez teljesen hamis. Ez egy éppen fordítva a szabadságharc első nyertes csatáját jelentő. Örülök, hogy ilyen komoly örömet válthat ez ki, hiszen minden szabadságharc, ha győz, és győztes csatával lehet jellemezni az első szakaszt, ez egy jó dolog. Szóval milyen szép az, hogy a 18 hónap alatt Magyarország képes volt, pont fordítva, nem ortodox, nem megszorító, nem sanyargató, nem sarcoló eszközökkel helyreállítani az ország, ahogy képviselő úr mondta, mozgásterét, gazdasági mozgásterét, és képes volt csökkenteni az államadósságát, képes volt növelni a foglalkoztatást, csökkenteni a munkanélküliséget. Na ez mutatja, hogy nem a bevált recepteket, az ortodox recepteket, a klasszikusnak tekintett recepteket követtük, hanem saját józan eszünket. Ha az emberektől valaki elvesz, ne várja tőlük, hogy többet fogyasszanak, hogy több beruházás legyen, hogy a családok jobban éljenek. Magyarországon ma senki nem beszélhet komolyan, közgazdasági értelemben, semmilyen sarcol akkor, amikor nő a reál jövedelem, nő a reál kereset, nőnek a reál bérek, nőnek a családok által elkölthető gyermekvállalással kapcsolatos jövedelmek.
ez egy megújulási, átszervezési, és én azt gondolom, hogy az Európai Uniós sikerek közé kívánkozó példa. Végül, tisztelt frakcióvezető úr, engedje meg, hogy még azt is elmondjam, hogy természetesen a gazdaságpolitikát lehet bírálni. Természetesen lehet azt mondani, hogy miért nem értünk el többet. Természetesen lehet azt mondani, hogy Magyarország tévúton jár, de egy pillantást vessen azokra nálunk lényegesen erősebb országokra az eurozónában, akik nálunk ma sajnos nem örülünk neki, mi ennek nem örülünk, sokkal, de sokkal sérülékenyebb, rosszabb, és a pénzügyi kockázatok szempontjából lényegesen gyengébb helyzetben vannak. Mi ebből kikerültünk, mert valóban megnyertünk a szabadságharc első csatáját, de ez nem az utolsó, kell hozzá növekedés, kell hozzá beruházás, kell hozzá versenyképesség, és ehhez kell egy új pénzügyi biztosítás. Köszönöm szépen!